Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a Kossuth téren. A mai napon megtekintjük az igazságügyi palota és az Agrárminisztérium épületének felújítását. Jelenleg Budapesten tulajdonképpen kettő nagy projekt van folyamatban. Az egyik az a Budai Vár megújítása, ez ugye a Nemzeti Hausmann program, a másik pedig a Kossuth tér megújítása, ami a Steindl Imre program része. Ebben a programban is több elem megvalósult, már például visszaépült az eredeti szobor a Vértanúk terére, és a szaronda épületet itt elbontották a Rákóczi szobor mögött. És felépítették azt a gyönyörű épületet, ami most ugyanúgy néz ki, mint a mellette lévő, ami meg is volt ugyebár. De most nem ezekkel foglalkozunk, hanem az Agrárminisztériummal elsősorban, aminek a tetejét már elbontották, ami egyébként korábban többször is át lett építve, de most eredeti kinézetében fog a tető majd visszaépülni. Ez az épület egyébként nem teljes egészében műemlék, például a Kossuth térre néző homlokzata az műemlék, nem úgy, mint az igazságügyi palota esetében, ami teljes mértékben műemléknek számít. Itt láthattok több régi képet is az épületről, illetve néhány hasznos információt is elolvashattok. Láthatjátok, hogy hátulról már elég szépen elbontották az épületnek a nagy részét, ami egyébként az építése óta többször át lett építve, hozzá is építettek, és volt vele legalább egy nagy probléma, az pedig az volt, hogy a középen lévő irodáknak nem voltak ablakaik. Ezt gondolom most biztosan majd megoldják, most már rendesen fogják kialakítani az épületet, aminek a földszintjére egyébként majd bárki bemehet, hiszen lesz ott egy Hungarikum kiállító és árusító tér, illetve lesz valamilyen kiállítás a trianoni emlékműhöz kapcsolódóan is, ami ugye itt van az Alkotmány utcában, azt hiszem onnan fog majd nyílni az a kiállítás. És ez még nem minden, hiszen egy munkácsi festmény, a honfoglalás ide fog kerülni, és bárki megcsodálhatja majd itt az Agrárminisztérium épületében. A felújítás során egyébként törekednek a megújuló energiák használatára is, tehát nem csak annyi történik, hogy felújítják az épületeket, vagy éppenséggel újjáépítik, hanem gépészetet, meg minden egyéb belső dolgot is teljesen megújítanak, és hamarosan egyébként a parlament belső tereit is, ott is a gépészetet is, amely akarják újítani, ott is megújuló energiákat szeretnének használni, és amíg a parlamentben majd zajlik a felújítás, addig lehetséges, hogy az országgyűlés az igazságügyi palotába fog átköltözni. De majd még meglátjuk. Itt pedig már az igazságügyi palota oldalát láthatjátok, amit természetesen előről is mindjárt meg fogok tekinteni, és itt középen ugye itt az Alkotmány utcában pedig a trianoni emlékmű, vagyis hivatalos nevén az összetartozás emlékhelye, ami 2020. június 4-én készült el. És akkor megtekintjük előről is az igazságügyi palotát, amit nem fognak elbontani, hiszen ez teljes egészében műemlék, ez egy igazán gyönyörű épület, ez nagyon szépen fel lesz újítva. Egyébként mind az igazságügyi palotát, mind az Agrárminisztérium épületét meg lehet tekinteni ilyen kis maketteken, úgyhogy mindjárt megyek is, és ezeket is megmutatom. Íme itt van az egyik ilyen kis konténer. Ebben jelenleg az Agrárminisztérium épületét láthatjátok, vagyis hát, hogy így fog majd kinézni. Ez egyébként minden nap reggel 9-től este 6-ig van nyitva. Amikor nincs nyitva, akkor is megtekinthetitek kívülről is. Itt még klíma is működik, úgyhogy például ilyen hűvösebb időben meg fűtenek vele. Na nézzük meg az igazságügyi palotát is. Ez pedig az igazságügyi palota, amit teljes mértékben felújítanak, azt követően pedig a kúria fog ide visszaköltözni. Az itt dolgozók pedig az Agrárminisztérium épülete aláépülő mélygarázsban fognak tudni majd parkolni. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót is, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Legközelebb egy újabb építkezést tekintünk meg. Sziasztok!